üdvözlöm a Fix magazin nézőit. Vendégem Frebeto, mestermágus, bocsánat, ez a fontos megfogalmazás. Üdvözöllek a stúdióban, köszönöm a meghívást, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szóval ez az ezoteria, jóslás világa nagyon megosztja az embereket szerintem. Tehát sokan vannak, akik igazából nem hisznek ebbe, nem is látják át, hogy pontosan ez miről szól. Ennek több oka is lehet, például az is, hogy sok ember mondja magát mágusnak, aki valójában nem ért ehhez, amit csinál. Hát felhígult a szakma, én úgy fogalmaznék. Általában igen. Nők nagyon szeretik az ezotériát, tehát a 10-ből 10 ember jön hozzám, abból 7 nő, 3 férfi. Mm. A szkeptikusokról beszélsz, akik még nem tapasztaltak. Tehát én nagyon sok ilyen, most volt nálam a szkeptikus társaságnak a Vágó István, és vele beszélgettünk, ő nem is szkeptikus, csak még nem tapasztalt. Csak szeretne látni olyan tapasztalatot abból, hogy van egy szellemvilág, van egy szerelmi kötés, hogy működik, és ezek ilyen szlogenek. Ha bizonyos tapasztalatot gyűjtesz, akkor a szkeptikusból lesz a legnagyobb hívő. Általában a férfiak ezt jobban kizárják az életükből, mert nem tudják elfogadni, hogy valami segítséget kapnak. A nők azok jobban próbálnak efele menni, több segítséget próbálnak fölvenni külső tényezőkből. Ez az ezotéria. Igen, de ahogy láttam veled interjúkat, valójában a mindennapi élethez is rengeteg tanácsot tudsz adni az embereknek. Mi az, amivel a legtöbben megkeresnek téged? Milyen problémák? Hát a szlogen a szerelmi kötés, anyagi meg a rontáslevétel. Tehát nem működik az életünk, hogy tudunk ezen alakítani. Ezt lehet a sportra venni, a párkapcsolatra, ezt az anyagi életre. A belső hitrendszeredet föl tudod állítani, tehát valami elindul belül, elkezdesz hinni magadba, akkor elkezded vonzani befele a dolgokat. Ez sportba jó. El akarok érni, most olimpia az aktuális, el akarok érni egy aranyérmet, olyan, ha hiszek benne, hogy elérem, vagy biztos vagyok abba, akkor egy 20-30% pluszt adok arra, hogy ezt elérjem. Ha nem hiszek benne, de remekül megyek, és napi 2 órával többet edzek, mondtam, nem érek oda valamiért. Igen, tehát akkor mindenképp a cél és a hit, ami elvisz az eredményekhez. És mi az, amit én most például kitűzöm magam elé, hogy meg akarok gazdagodni. Kell-e nekem, hogy most akkor vázoljam, hogy akkor hogyan számolgassak, vagy igazából legfőképpen a hit és a vonzás törvénye, amit alkalmazhatok? Bocsánat, a megfogalmazás rossz volt. Kitűzöm magam elé, hogy esetleg ne talántán, dehogy nem, én az vagyok. Tehát megelőgöd a sorsnak a bizalmat, rengeteg pénzem van, nagyon jó családi körülmények között élek, szerelem, béke, nyugalom, harmónia, és elhiszed, hogy ez már most működik, még ha nem is. Akkor a hosszú távú dolgokat, tehát a jövőt, azt afele irányítod, hogy ezeket a pozitív dolgokat megvalósítod. Erre lehet segíteni ilyen vuduszertartással, bármivel, de ez ilyen 20-30%-ot tesz rá arra, ami a saját hited. Igen, amit a belülről érzel, azt sugárzod ki, azt kapod vissza. Ha nem vagy belülről rendben, akkor nem működsz. Innen jön ugye a pozitív hozzáállás is, ami mindenképpen szükséges. És hiszel-e a sorsban akkor? Tudom, mire akarsz rá kérdezni, de nem. Ha így fogom, akkor nem. Tehát szokták azt mondani, hogy a sors egy előre megír dolog. Igen. Bármi dolog történik, azon nekem át kell mennem, mert azt a feladatot meg kell oldanom, hogy a következő életemben ne kapjam vissza. Én nem hiszek ebben. Tehát a sorsodat te magad irányítod, a karmádat, a gondolataidat, tetteidet, cselekedeteiddel. Ha én innen most kimegyek, és az van bennem egy olyan intuíció, megjelzés, hogy balra, ha elindulok, akkor előtt egy autó, és meg fogok halni, és elindulok jobbra, akkor jobbra nem fog rám esni egy cserép, és meghalok, hanem átírtam igazából a karmámat, egy intuíció, nem csak a sajátomat, azt is, aki elütött volna, a családomét és mindenkiét. És egyik ember a saját karmájával így mozgatja az összes többit, aki körülötte van. Aki erősebb és magabiztosabb, az maga alá rendeli a többit. Ez az első megérzés akkor, amire mindig mondjuk, hogy hallgatnunk kell. És akkor van még egy ilyen fogalom, amit úgy átrágnék, a véletlen. Tehát ugye nagyon sokszor mondjuk, hogy véletlenül megtörtént vele. Mennyiben véletlen nincs ez a véletlen? Nincs véletlen. Ha tudatosan irányítod a karmádat, a sorsodat, akkor nem véletlenszerű dolog történik, csak olyan, amit nem tudtál irányítani. És az nem véletlenül jött, hanem azon keresztül egy bizonyos csomópontban. Szokták mondani a déjà vu-t, hogy a déjà vu egy olyan érzés, ami a déjà vu-t félremagyarázzák, igazából amikor ha ebbe belemegyünk gyerekként, lélekként fönn vagy, akkor 3 szülőpáros közül választhatsz, hogy azokat a dolgokat, amit meg akarsz valósítani a sorsodban, melyiknél tudod megcsinálni. Kiválasztod és levetítik ezt az egészet. A déjà vu az a csomópont, ahova elérsz. Oda el kellett érned. Az, hogy jobbról, balról, vagy innen-onnan rossz döntéseket hoztál, vagy más befolyásolta a sorsodat, az mindegy, az lényeg, hogy azt a csomópontot el kellett érned. Tehát a déjà vu igazából egy pozitív érzés. Tehát, hogyha azt érezzük, hogy déjà vu-nk van, akkor valójában jó helyen vagyunk. Én azt mondom, igen. Igen, elértünk egy bizonyos szintet, ahol el kellett jutnunk.
Van olyan, amikor az ember életében 10-20 évig nincs déjà vu, és van, hogy egy hónap alatt 2-3. Tehát nagyon érdekes dolog. Akkor igazából vannak ilyen 7 éves ciklusok, ezt párkapcsolatra szokták mondani, igen, minden 7. év nehéz, de évszám szerint számít. 21, 28, 35, 42, 49, ezek ilyen ciklusváltások. Figyelni kell, az kéne az embereknek ezeket a 7 éves ciklusváltásokat, és abból tudják, hogy a déjà vu mennyire közel van hozzá, hogy mennyire van eltolódva a karmájuk. Előre vagy hátra, előbb jön a déjà vu, később jön a déjà vu, nagyon sok mindentől függ. És szoktál-e meditálni? Sokan ugye alkalmazzák a meditációt, hogy csak egyáltalán kikapcsoljanak ebből a rohanó hétköznapi világból, de hát nagyon sok minden másra is jó. Ugye a meditáció, amikor lemegyünk alfába, tehát a tudatalattink ugye akkor működik a legjobban. Ezt is fel tudjuk használni arra, hogy elérjük a céljainkat, vagy igazából inkább te pihenésre ajánlod? A meditáció pihenés. Tehát én nem szoktam így leülni és meditálni 20-30-en, és sportolok. A sportnál remekül ki tudok kapcsolni. Tehát olyan, nekem az a meditáció. Miket sportolsz? Amit nem. Tehát testépítéssel foglalkozok, boxolok, úszok, teniszezek most éppen mit. Tehát ez nem egy terv szerint bevett dolog, éppen amihez kedvem van, amit az éppen a napi aktuális hangulatom diktál, azt csinálom. Volt-e esetleg olyan egészségügyi problémád, sérülésed, amit meg kellett gyógyítanod magadon? Hát egészségügyi sérülés, hát ugye 3 éve volt agyvérzésem, tehát igazából elég komoly, de abból fölálltam egy 3-4 nap alatt, egy hét alatt. De és ezt hogy érted el, mert ez... Már mit igazából, értem a fölállást, vagy hát a lefekvést? Igen, mert ez igazából, hát ez tényleg csodaszámba megy, és ez hát egy olyan, amire felkapja az ember a fejét. Elég komoly dolog volt, nem is hittem el, hogy nekem az van. Tehát igazából előre gondolkoztam, amit előbb mondtam, hogy ez már rég nincs, és 2 hét múlva, 3 hét múlva ugyanúgy dolgoztam, ugyanúgy edzettem, és ugyanúgy csináltam mindent. Ami igen nehéz, mert egy elég komoly dolog volt, és van, aki nyomorék azóta is. És gyógyítottál-e már meg másokat? Az a baj, hogy a ezotériában az én gyógyítókhoz voltak már, sokan akkor jönnek el, amikor már végstádiumban vannak az emberek. Lehet akkor még, orvosok lemondanak 1-2 hét múlva vége, lehet 1-2 évet nyomni az ember, ennyi csúnyán megfogalmazva, de teljes gyógyulást elérni az egy nagyon nehéz dolog, tehát egy felvállalhatatlan dolog. Kezdeti időszakban, amikor elkezdtem, én fölvállaltam sok ilyen dolgot, de hát igazából csak éveket tudtam ezen segíteni, és nem nagyon vállalok mostanában ilyesmit. Gondolom lelkileg ez... Lelkileg ez nem jó, tudod, amikor látod egy embernek a végstádiumát, és akkor tartod benne a lelket, és tovább nyomd, és újra. Meg hát ez akkor kell a másik fél is, hogy ő is ugyanúgy higgyen benne, és saját magát is igen, részben ugye képes ő igazából legyen. Nem is 50%, 60% ebben az egészben. Értem. És hogyha visszakanyarodunk kicsit a szerelemhez, hogyha van nekünk egy kiválasztottunk, és őt szeretnénk bevonzani az életünkbe, kell-e hozzá ugye az ő döntése, vagy képesek vagyunk elérni esetleg olyan embereknél is, hogy belénk szeressenek, akik addig valójában ezt nem akarták? Jó, értem, kacifántos kicsit. Afele kell irányítanom az illetőt, hogy úgy érezze, hogy az ő döntése az, hogy engem szeret, vagy hozzám vonzódik. Bármit és bármit, bárkit tudsz irányítani, ugyanígy szerelemben, munkában, bármiben. Ez időkérdése. Van, akit 1-2 hét alatt lehet, akkor lehet, hogy 1-2 év is beletellik. Ez függ attól, hogy milyen horoszkópjeggyel rendelkezik, mennyire stimmeltek, mennyire van olyan érzelmi fázisban, hogy gyengébb vagy erősebb, nagyon sok mindentől függ. Az alapkérdésen bárkit tudunk irányítani, csak nem biztos, hogy szabad. Tehát az, hogy most én egy szerelmi órát töltsek-e valakivel, vagy egy párkapcsolat létesítjek egy hölgyel, azért ezt megvudúzni és bármit csinálni, ennek olyan következményei vannak, ami nem éri meg azt, hogy az ahol a nővel együtt legyek. Ha meg komoly dologról beszélünk, akkor a személyes varázslat vagy ér annyit, hogy ér, ha meg nem, akkor meg olyan. És akkor nem is kell vudúzni. Így van. De látod egyébként az emberek auráját? De én nem szeretem ezt az aurát. Tehát lehet látni energia, aurát, ez egy ilyen, de jó, azért az én értem amit mondasz, csak mostanában egy 10 éve kitaláltak ezt az aura, és fotózzuk, és mit tudom én, ez adott szintet mutatja. Mm-hmm. Ha 2-5 percon lefotózod, mást mutat, éppen amilyen energia szinten vagyunk. Nem látom az aurát, tehát hogyha így a kérdésre akarok válaszolni, lehet, hogy azért, mert nem is nagyon hiszek ebbe az aura dologba, inkább abban hiszek, hogy amit mozgatok, az auraként megjelenik körülöttem. Tehát mint energia. Mint energia, így van. És ezt, ahogy beszéltük az előbb, még adáson kívül, hogy tenyérből
is szoktál jósolni. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert én valahol olvastam, hogy hol, melyik vonal mit jelent, de hogyha megmutatom neked a tenyeremet... Hát a fő vonalakat, de most nagyon jó, megvan az M betűt, ha látjátok, nem is tudom honnan mutassam, így az M betűje megvan, itt nincs teljesen összezárva. Ez azt jelenti, hogy spirituálisan erős vagy, tehát jó az intuíciód. Kortól függ, 28-35 között alakul ki ez a spirituális képesség. Akkor ez még alakulhat. Így van. És akkor az is igaz, hogy ahogy mi is alakulunk és változunk, változtatjuk a sorsunkat, változik a tenyér. A tenyér az 60%-ig jó. Tehát amikor elkapja egy cigányasszony a kezedet az utcán és adja 500 forintot, amikor megfogom a kezedet, nem a kezedbe jósolok, hanem belecsatlakozok az energiaszintedbe, az aurádba, testkontaktus létesítünk, és abból mondok bizonyos dolgokat. Vannak fő vonalak, mint az élethosszúság, de aminál nagyon fontos, az M betűd megvan. Ezt mindenki jobban jó, kéne nézni a másik tenyeret is. Egyébként még egy igazság, hogy megosztanak a vélemények, hogy melyik tenyérből jósoljunk. Igen, pont ezt akartam kérdezni. Mindenki a bal tenyeret mondja, a szívfelüli oldalt. A szívfelüli oldal, a bal tenyér az, amivel leszületsz, amit bevállalsz, a jobb, amit megvalósítasz. Uh-huh. Tehát általában mindig a jobb tenyeret nézzük, mert ez vonatkozik a mostani életedre. Illetve és akkor meg, a jövőre is? A jövőre, igen, a jövőre. Ez, amit fölvállalsz, és nézd meg a kettő közötti különbséget, itt nincs összezárva, itt kezd összezáródni. Igazából nem lehet azt mondani, hogy más úton vagy, mint amit fölvállaltál, de azért lehet ezt mondani, hogy nagyon rövid az életvonalad, itt meg nagyon egyenes. Tehát igazából elindítottál egy másik utat. Ez majd hány éves vagy most? 23. 23. Jó, mi a horoszkóp? Rák. Rák, az nagyon jó. Az aszcendensem pedig skorpió. Az kettő-két halál különböző. Igen. 28-an rák fog dominálni. A családcentrikusság érzelmek. Igazából neked nagyon fontos lenne, 28-ig, most nem tudom, hogy épp hogy állsz, de semmi komoly kapcsolat, de 28-nál legalább egy 5-7 évvel idősebb bika oroszlánban nagyon erős jegy kell neked az, amelyik tud téged húzni hosszú távon. Csinálj egy ilyet, légy szíves a kezeddel. Másik. Két gyerek. Húha, kettő. Két gyerek. Egy a 100% az fiú, de annak 30 körül meg kell lenni. 28 előtt neked se egy családot, se gyereket, semmit nem szabad vállalnod, mert nem azt mondom, hogy nincs benne a karmádba, csak megelőzöd a sorsodat. Majdnem biztos, hogy a 28 előtt házasság vagy, akkor válás. Tehát akkor valamiért te fordulsz. Nem azt, hogy a másik hagyott. Te érzed máshogy ezt a dolgot, és te fogsz kilépni a kapcsolatból. Egyébként hosszú az életvonalad, nagyon erős. A jövőben. A jövőben. Ebben, amit fölvállaltál, felén. Nagyon kevés, tehát az ilyen 40-es, de mindig a jobb számít. Itt, amikor a törések vannak benne, ez azt jelenti, hogy betegség vagy ilyesmi, de ahol nálad jelentkezik, az már a 60 éves korodban, halál normális, a 60 éves korodban van valami betegséged, onnan is még megy tovább. Nagyon figyelni kell ez a rész, nőgyászi problémák. Tehát érzékeny vagy, hamar felfázós, hamar, ezekre a dolgokra kell odafigyelned, de ez 28-án megint el fog múlni. Igazából, ami az anyagi vonalat mutatja, lesz egy olyan párod, aki nagyon erős anyagilag. És igazából ezzel fogsz párhuzamba kerülni, és hosszú távon együttműködtök, de ez olyan 27-28 körül lép bele az életedbe. Akkor kell belelépni az életedbe. Hú, de izgalmas lesz ez a 27-28-as éveim. Már várom is. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én nagyon sok mindenre választ kaptam, remélem, hogy nézőink is. És köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást még egyszer.